Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva Gourmet szendvicsek forgalmazója, az OMV Hungária Kft. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a szóvábra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Gede Balázzsal. És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én is. És a kedves hallgatókkal sok mindent írtatok nekünk, majd megpróbáljuk ezt mind összefoglalni. Van, aki megkérdezte, hogy nem tudjuk-e, mi van a városban, Árpád híd áll, mint a szög, Árpád fejedelem lépésben a Margit körúttól előre félek, mindenki besokalt a home office-tól, vagy tényleg kinyitott minden? Kérdezi a kedves hallgató, hát már beszéltünk róla, hogy több szakaszon Budapesten elég nehezen lehetett közlekedni nagyon korán reggeltől. Voltak szerencsésebb hallgatók, akik hamar odajöttek. A nyitásnak biztos, hogy nyoma van a forgalomban, hiszen a kereskedelem akárhogy is, de elkezd megindulni ugye más boltokban, a területeken is, annak van logisztikája, vannak munkaerő, mozgást okozó járulékai, úgyhogy simán lehet, igen, hogy a nyitás ezt okozta. Na, de most egy olyan témánk következik, amit beharangoztunk korábban Mihálovics gazda rovatunkban. Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarékbank. Na, és a témánk pedig az, hogy ami globális problémát jelent ma már az állattenyésztésben is, a nemzőképesség hanyatlása. Az embereknél is megfigyelhető ez a probléma, az állattenyésztésben is gondot jelent. Egy magyar startup a hazai és globális állattenyésztésben a mesterséges megtermékenyítés problémáira kínál megoldást. A folyamat elég fontos részét képezi a modern állattenyésztésnek. Itt van velünk a vonalban dr. Bábel Tamás, az Ongo Vette alapítója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Kezdjük a legelején. Így alapozással, van. Igen, az inszeminációt többször elsütöttük már hírek előtt is, ugye, hogy van egy ilyen dolog, és hogy a mi gazdánk, Mihálovics gazda is ott sténkedett és képezte magát e tekintetben. Nézzük meg, hogy mi ez, miért fontos, és mit tud ez a felfedezés, ez a termék, ez a találmány. Oké, akkor megpróbálom egy példával illusztrálni, jó? Tökéletes. Jó. Szóval én azt gondolom, hogy az egész állattenyésztés, vagy a szaporodás biológia, annak az a lényege, hogy össze kell hozni egy találkozót a petesek és a gyümölcsek között, tehát meg kell szervezni ezt a találkozót, és kicsit olyan, mint a gyártásvezetés, hogy mind a két szereplő ott legyen a megfelelő időben. Tehát tegyük fel, hogy az a feladat, hogy a Moszkva téren az óra alatt akkor találkozzon a petesek meg a gyümölcsek és a gyártás. És erre van egy bizonyos idős sávfogyok körül ott össze tudnak futni. Most hagyjuk a női oldalt, mert mi a férfi oldalra foglalkozunk. Annyit kell még tudni háttér információkért, hogyha ez a találkozó nem jön létre, akkor ebből egy komoly veszteség keletkezik. Tehát mondjuk az a tét ebben a játékban, hogyha létrejön, akkor a gyártásvezető kap 1000-et, hogyha nem jön létre, akkor 2000-et bukik. És annyit is kell még tudni, hogy a petesejtnek vannak haverjai, azon az úton, ahogy a hímival sejtek közelítenek felé, tehát tegyük föl, hogy 1 millió hímival sejtel indul a jásztairól. A szénatére már csak 1000 van, mert közre kiszorták őket, és az óra alá már körülbelül 10 vagy 100 csak megérkezni. Mondjuk az esetek többségében egy is elég egyébként. Mi azt tudjuk, hogy a jásztainál tudunk egy rövid filmet készíteni ott az ott gyülekező versenyzőkről, és azt az információt tudjuk megadni a gyártásvezetőnek, hogy ebből hány százalék mozog.
Tehát hány százalék lesz, aki önerejéből valószínűleg képes lesz odaérni az óra alá. És ez minden állatfajban más, de általában az a megfigyelés, hogy van egy ilyen mozgási küszöb érték az egész 1 millióra vonatkoztatva, mondjuk azt, hogy 30%-nak mozognia kell, körben fió oldali bukta lesz ebből az egészből, és a gyártás ezeket ki fogják rúgni. Tehát az az a küszöbb érték, ami kell ahhoz, hogy egyáltalán akár egy is eljusson az óra alá. Igen, ez a megfigyelés. És mi úgy tudunk ebben kapcsolódni, mondom, hogy mi ott csinálunk egy filmet, így felülről, mondjuk egy ilyen drón jelleggel, és aztán kiszámoljuk, hogy hány százalékuk mozog, és ezt az információt, egyébként azt az információt is egyébként, hogy hányan vannak valójában, és hány százalékuk mozog, ezt mi megjelenítjük egy ilyen féltégla nagyságú eszköznek, a tetején van egy ilyen kijelző, és azon ezek az információk rajta vannak, plusz az is, és egyébként pedig ugyanezen a kijelzőn lehet nézegetni a drónról készített felvételt, folyamatosan streameljük a gyártásvezetőnek, aki ott nézegetheti őket, és saját maga is meggyőződhet a szituációról, és a végén a gyártásvezető kap egy leletet, és kap egy videót arról, hogy mit láttunk mi a drónról. És az a jelentősége, hogy eddig olyan készülékek voltak csak, amik köré kellett építeni egy labort, és föl kell venni legalább egy-két embert főiskolai végzettséggel, aki tud egy ilyen bonyolult számítógépes rendszert működtetni. Gyakorlatilag mi nálunk bárkire egy gyártásvezető, mert három gombot kell tudni megnyomni, és akkor kész a lelet. Tehát, hogy ez egy óriási előny, hogy nem kell kiképezni a gyártásvezetőket, hanem az utcáról bárkit be lehet hívni. Az az óriási jelentősége van még, hogy mivel ez egy gép, tehát valószínűleg nem fog bejönni reggel részegen, vagy nem kapja a Covidot, meg egyébként se akar szabadságra menni, tehát hogy tulajdonképpen akinek van egy ilyen eszköze, az lényegében kap egy olyan munkatársat, aki megbízható, és ugyanazt teljesít még hozzá. Tehát, hogyha jól értem, akkor ez alapvetően arra szolgál, hogy megelőzzük ezt az úgynevezett fiú oldali bukást, ugye? Hogy ne legyen ez a 2000-es bukás. Ne menjünk ebbe bele. Aha, nagyon klassz. És akkor már olyan versenyzőket tudunk indítani, akiknél ez feltételezhető, hogy nem következik be. Hát, ugye mi nem a casting oldalon vagyunk, hanem mi hozott anyaggal dolgozunk, tehát, és én elismerem, hogy a casting sokkal izgalmasabb minden szempontból. Sajnos ez az első termékünk, ez még igazából a gyártásvezetőnek segít, és tulajdonképpen a casting által rendelkezésre bocsájtott csapatot tudjuk megvizsgálni, és általában az egész csapatra vonatkozóan tudjuk azt mondani, hogy oké, itt van 30%, akik mondjuk mozognak is, meg előre is mennek. Tehát ezt a csapatot azért érdemes elindítani arra a találkozóra, mert nagy valószínűséggel ebből az a 10, akinek meg kell érkezni, az ott lesz a találkozónál, és így aztán a bukás valószínűsége kisebb. Ugye a bukásnak még rengeteg másik oka lehet, és nyilvánvaló. Hát egyébként az, hogy ki fejlődött ez, hogy valaki foglalkozik azzal, hogy ilyen megoldások szülessenek, az rá is mutat arra a problémára, amiről itt az elején beszéltem, hogy az állattenyésztésben ez mekkora gondot jelent, de hogy ez nyilván teljes mértékben a láncon érezhető, és az élelmiszeriparban is érezteti hatását, ugye? Ez egy kicsit kegyetlenebb, mint az embereknél, tehát hogyha mondjuk itt most a casting oldalra megyünk, tehát aki azért nem tudja hozni a számokat, az egy idő múlva hamburger lesz. Igazából azt mondom, hogy a legnagyobb probléma, és ez az eszköz egyébként alkalmas lenne emberi vizsgálatokra is, vagy humán applikáció is lenne, mert ugye olyan nagy különbség nincs a szereplők között már, mint a fiú oldalon. Meglepően kevés a különbség egyébként. És csak hát ugye ez egy másik befektetés, más nagyságrendű, mert hogy ugye itt nagyon komoly az engedélyeztetésnek és a forgalmi engedély megszerzésnek a szerepe. Ahol itt szerintem mi nagyon sokat tudunk adni, az pedig a gémmegőrzés. Tehát ez a
azokat a ritka állatfajokat, ahol ez releváns, azoknál tudunk, mert hogy ugye ez kivihető a terepre adott esetben, tehát nem kell bekitelni mondjuk a szarvast a laborba, vagy egyáltalán, vagy valami olyan körülmények közé. És ott tényleg arról beszélünk, hogy adott esetben az utolsó genetikai állományokat próbálják megtalálni a szakemberek és lefagyasztani, hogy esetleg, ha valaha még szükség lesz egy ilyen találkozó megszerzésére, mert annyira kevés van az állatfajból, akkor legalább a fiú oldali csapatból tudjanak valakit indítani. Van egyébként ilyen gyakorlati példa erre, hogy történt ilyen veszélyeztetett állatfajokkal? Igen, nekünk több ilyen esetünk is volt, a legizgalmasabb az a berlini állatkert vásároltunk egy eszköz rinocérosz fajmentő programjában, ahol valóban én is elgondolkodtam, hogy ez a casting része ez egy rinocérosz esetében ez hogy történhet, hogy futnak utána, és akkor megpróbálják rábeszélni, vagy az egész hogy történik, de nehezen tudom én is elképzelni, hogy mit tudnak ebben a helyzetben. De ők nagyon magabiztosak voltak, és hát azt kell tudni, hogy ez egy nagyon zárt közösség, ugye a Berlin állatkert az egyik legjobb állatkert a világon, és van egy ilyen rinocérosz mafia, akik ott egymásnak segítenek a különböző állatkertben, és ezért volt óriási jelentősége, hogy ez az eszköz hordozható, mert akkor ott körbe futottak vele a világon a megfelelő helyeken, és rendeztek egy gyűjtést, hogy ezt a kifejezést használjam. Tamás, az eszköz hasznossága felől nincsenek kétségeink így az elmondottak alapján, de mekkora biznisz ez, mekkora piac? Mi 14 országban exportáltuk már ezt, tehát hogy igazából nem... Uh-huh. És alapvetően most az Ázsiában nagyon rá vannak hatalma például, tehát ott ugye tehát ott alapvetően a sertés az nagyon megy, meg most elég sok szarvasmarha van. Ahol kétségtelenül most nagyon, nagyon erős a növekedés, az nekünk a húsmarha, Magyarországon is egyébként, de Dél-Amerikában is, tehát az most úgy látszik, hogy a vevő igények változnak, és az emberek sokkal igényesebbek arra, hogy igazi húst tegyenek, mert a bebukott Holstein fiúkat, akik hiába születtek meg a tejtermelési program részeként, és ezen kívül, ami még nagyon érdekesen alakul, az pedig a kutya, tehát háziállat, kisállat, mert hogy gondolom, hogy a pandémia miatt mindenkinek legalább egy vagy két kutyája lett, és azt látom egyébként itt a környezetemben is, hogy egyre különlegesebb és egyre szebb kutyákról beszélünk, és úgy rassan ott tartunk, mint nekünk a Lóban is van egy applikációnk, hogy gyakorlatilag egy-egy kutyán genetikának az értéke, tehát amikor már lecastingolták, és ott van, és lehet indítani, az sem már bizonyos fajtáknál a csillagoség. Igen, igen, ezt megfigyelhető egyébként, és éppen ezért ugye, de ez egy másik téma, tehát az a lényeg, hogy nagyon nagy piaca van ennek is, értem. Hát én elsősorban az élelmiszeriparra gondoltam, de nagyon érdekes vetülete ez az állatkertes, illetve hobbi állat piac is ennek a dolognak, úgyhogy nagyon érdekes. Köszönjük szépen. Én azt mondom, hogy soha életemben nem hallottam még egy olyan beszélgetést, ami végig virágnyelven folyt, és teljes mértékben értettem, hogy miről van szó, pedig semmilyen agrárvégzettségem nincsen. Úgyhogy ezt is külön köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon szép sok sikert. Jó munkát. Köszönöm. Viszont hallásra. Dr. Bábel Tamással az Ongó vettek alapítójával beszélgettünk. Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyafjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. A rovat támogatója a Takarékbank. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából.